Na jó, akkor baszódjunk meg most azonnal. Hely, akarod indítani? Nekem mindegy. Kezdheted te is. Nem. Kezdem én? Nem. Na, kezdjük egyszerre. Mit szólsz hozzá? Jó van. Mehet 3, 2, 1. Üdvözlünk! Sziasztok, srácok! Mindenkit üdvözlünk a, a, a heti kringés, hetében A heti kringés 14 epizódjában mi üdvözlünk. A, minden... a, ma a mai adásban van. A mai részben bálna és bálna és. És... Nem, ez nem jó. Nem jó, így, de minden Üdvözlünk mindenkit a hetikringés. és... mennyi? Faszom. Üdvözlünk mindenkit a hetik részében. Szavaztok, srácok, múlt héten kimaradt, de volt helyette egy very good podcast. Szia, Bálna, mi a helyzet? Hello, szia, Helloka. nagyon jó a helyzet. Hála Istennek. Most hát figyelj, az van, Bandi, hogy úgy, úgy, nézem, hogy itthon kell időjárás jelentenem, ugyanis elkezdett rossz idő lenni, Nem. és ez mindenkinek a, a szürke állományára hatással van, és ez egy szomorú adás lesz, úgyhogy a, a férfiasság elmulásáról fog szólni többek között is. Mindjárt felkészítünk titeket testben és lélekben is erre. Bandi, te vettél majd basszusgitárt, igaz? Nem ma, hanem korábban, de vettem egy basszusgitárt. Vettél basszusgitárt. Ez a férfivel válásnak egy nagyon fontos ő, időszaka. Igen. Azért, mert hogy a basszusgitár az a hatalmas nagy pélót reprezentálja. Így van, így van. Végre te is rájöttél. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Na. Úgyhogy ezt, ezt mindenképpen gondoltam. Mindenek előtt ö, ö, nektek elmondani, mit fogunk ma látni, Bandi? Visszatérünk ismét a gyökerekhez, és megint pua videókat fogunk nézni. Leginkább Nikolász Viktort, mert ez egy kifogyhatatlan cringe-tár. Kifogyhatatlan cringe-tár? Milyen jó szó ez, bro! Mi a fel Szóval ezt fogjuk nézni, és hát tartsatok velünk ebben a fantasztikus epizódban az intro után, bro! Bizony! Minden egyes tartalom, 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 amit készítek, készítek, készítek. Próbálok a tökéletesre törekedni. Szóval, honnan kaptuk ezt a fantasztikus videót, küldtétek nekünk, ki küldte nekünk Bálna, mindegy, az, aki küldte? Nem, hát Ágnes Heg, jól láttam ez a neve, Instagramon találta, és az egyik videó az Unlisted, Bár. szóval valahogy megvolt neki ez a link, az első videó, amit látni fogunk, az igazi ajándék, mert nem mindenki leheti fel olyan nagyon könnyen, és hát látjátok is akár a képernyőn, most remélem, hogy Bandi be tudta vágni, nem ezen tudtam. a videón van... Sajnos nem tudtam bevágni Na, no, de tudtam. Most látjátok. Nem, nem a most, 30 most arra... nem még. Nem még most nem tudtam bevágni. Na most tudtad bevágni? Igen, jel? most most tudtam, Na, <laughs> Ez a videóban 30 like és 247 dislike. És, és nem tudom, hogy miért lett unlisted vajon. És az a, az a címe, hogy csajozási tip felső fokon, tehát ez a, ez a hardcore advanced mód, hajba teszt. Ezt fogjuk meg, megtekinteni. Ha még nem vagytok elég jó csajozógépek, mert az előző heti ringésekből nem tanultatok meg elég ö, hasznos információt a puáktól, akkor most a hajba túrás teszt remélhetőleg hasznosabb lesz, mint a hát vagy! Gondolom én. Na, már meglátjuk. Nézzük. Keti ringés. Jézusom. <laughs> ez... Én rég hallottam ezt a szót, hogy kaszonom. <laughs> Jé, hát figyelj, mikor is ez a videó? Azt hiszem 2015 talán. 15, igen. Ja, szóval hát figyelj, akkoriban lehet, hogy még ez a szó trendi volt. Ma már ma már a gép sem az, mert az is cringe. <laughs> <ugye? gül> <laughs> Nem tudom. <laughs> Nem tudom, hogy erre mi a jó szó, Kassanova. Ki az, aki Kassanova akar lenni? Ez mi? ilyen, ilyen 90-es évek nekem, vagy 2000-es évek max. Igen, manapság azt mondjuk, hogy Gáré baszó. Hát, ja. Vagy mit tudom én, de ja. hogy eszik kaszanova, ezt rég hallom. Ja. A hajbatúrás dominancia teszt. Ez kurva ez, ez az, ez az intro. Megőrülök. Kicsit. A következő teszt az egy úgynevezett kino a elfelejtettek szólni, hogy mosolyogjál, paszki, de olyan büdös az a csávó. Tudjuk, hogy izzad, mert... Hogy... De nézem, hogy furát néz ki, itt Viktor volt rajta vagy igen. 120 plusz kiló, meg még kopi volt. Wow. Igen, de a green screen az kellett. Egyébként milyen magas lett Nikolas Viktor? Csak így hozzávetőlegesen. Na, egy szerintem 70? Szerintem, ilyen átlagos férfi magasság, nem? Men egy 75? Hát, mm -hmm. talán igen, Jó, ja. Jó oké. Okay. A Maszkalációs teszt. Milyen szépen megcsillan egyébként a kopasz izék Xavier fején a napsugár. Nagyon szép, nagyon Hát kicsit most B-túr be egyből, mármint az a bizonyos Twitch Live. Egy pillanatig emlékezzünk meg erről a green screenről is, szerintem, rest in peace, amit ezzel elértek. Hogyan olvas a nők gondolataiból? Ez lehetett ott hátraírva? Nem tudjuk, kit akarják. Szerintem igen, szerintem igen. De hogy az a durva, hogy erre valószínűleg költhettek pénzt, mert amúgy a green screen mm. az kurva jól van kroppolva, nem? Hát ez nem kroppolva, egyébként a nőnek a lába egy kicsit zöld, de e, ja, valószínűleg valami stúdióban lehettek, egyébként ja. a farmernál is látszik, hogy egy picit ott már gyengült a dolog, gondolom a fény nem volt elég, de... Lényegtelen látszik a teljes testük szinte. Ez is nagyon ritka, hogy nem egy közelébbi képet kapunk. Biztos azért, hogy fel, fel tudják írni ezt a háttérbe. Valószínűleg azért csinálta ezt annó 2010-ben Nikolás mert látta külföldről a mintát. Én ezt gondolom. Lehet, igen, lehet, ja. Valószínűleg. Szaglászás ugye volt szó. Nagyon hasonló teszt hozzá. Szaglászás Úgy, teszt. Faibakulján... Szerintem az is kurva <laughs> jól hangzik. Azt, ahogy megkapta a csajfejét. Oké, okay, azt hittem egy pillanatra, hogy ilyen miatt tökéletes ilyen grave digger move következik, ilyen pankrát torcuc, de nem. És a hajába tursz. Ne. De, mi a... De csaj meg bislog végig neki, ez tökre kellene. Így megfogta, nem? így megfogta, és így megrázta a fejét. Várj, visszanézzük. Tudjuk, hogy a hajba túrás teszte, amikor fogad egy lánynak, és a hajába tursz. Jézus, a hajába tursz. Leg. Megmarkod, és megroppantod a nyakát, a csigolyáit. Az ez, jó, az a... jó flash a skalp ezt, a skalp ezt egyébként, előveszed a tomaha, akkor hogy nyet, nyet, azt akkor yeah. meglátjuk, hogy mi fog történni. Fogod, megfogod a grabant, hát jó, megrántod. Ez a hajba tudást tesz. Ja. Aztán, hogyha el akarsz szaladni, akkor fogod megfejled. Ilyen kopasz feje simán. Ugye azt már elmondtam nektek, hogy a nyaktájék egy nőnél az egy nagyon érzékeny terület, tehát itt ez a rész. <laughs> hát, hogyha nem látottak valamelyik nyaktájékot, akkor tessék, megmutatom nektek, ez itt a nyak. Nyaktájék, igen, ez. Hallod, ja, az ilyen izé, biológia óra, félig, de kicsit. Uh. Hogy így... De a lány aggódik, nézd meg, ilyen kis ízé, összekulcsot kézzel ott várja a sorsát, várja ja. Izé, Megkapom végre az 5000 sebet. <laughs> Na most, hogyha beletúrsz a hajába, azt mondjuk kombinálhatod a szaglászás tesztel, amikor azt mondod, hogy hm, de jó illatod van. Yes! Nem akarom ezt, nem. Vagy kombináltad nem. azzal is, hogy lehajolsz, letérdez, odahajolsz az ánuszához, és megkérdezi, vagy onnan neki, de büdöset szartál. Vagy <laughs> nem tudom. Igazából bármilyen szaglást te ezt ne csináljátok, szerintem nem jól. Tűnt. De jó szagúságjukat van, rékások. <laughs> Szaglászást ezeket de kutyák rá, amikor szagolják egymás segjukat, bro. szerintem van? ez kifejezetten rossz, mert nem hiszem, hogy bárki szereti, főleg egy idegen, hogy adomész, hm, és de jó szagod van. életben, <laughs> a... <laughs> <laughs> jó szagod van. Tényleg, a buliba elbírom ezt képzelni, hogy mennek a hatalmas, meg fények, vagy mit terem, és akkor újra meg... yeah, <laughs> <laughs> Igen. Igen, főleg ez a szaglászás hang, ez a... Yeah, ez. Yeah, yeah. Na, ez, a fülébe ezt kell nyomatni, oh, veretni bassz, kell. Csinálhatsz egy olyan kombinációját, amikor egy kicsit jobban beletúrsz, most erről mutatom, kicsit jobban beletúrsz, és egy picit, tehát finoman megmarkolod a haját, jó? Tehát nem durván, tehát nem az a lehúzott, hanem csak egy nagyon-nagyon picit, belemarkolsz a hajába. Most ez egy tudatalatti dominancia jelzés, tehát az, hogy Á, tökös, hogy... értem most már, értem most már. Tehát, hogyha oda megyek, ába vágom a csajt, akkor azt mondom, domináns vagyok, basszak, nem érted? Éjjjé. Le kell dominálni, mint egy dozer, itt, le Aztán, kell dönteni a lábát. Mielőtt még, mielőtt még szoronyítja a száját, bele kell taposni a szájába a cipővel, bazdmeg, így kell csinálni. És, hogyha még ez nem elég, akkor még gyomran is kell rúgni. Én vagyok a férfi, nem érted? basszak, mi a fasz? Az a durva, hogy... hogy szerintem van a nőknek egy bizonyos százaléka, akinek ez tényleg működik, de én úgy, úgy hogy ilyen 15-20. A többinél szerintem ez kifejezetten ártalmas, és valószínűleg soha többet nem fog hozzá szólni. Én azt gondolom. Valószínűleg a, azok, azokra, azokra a nőkre vonatkozik, akinek a nyála egybe folyik a fikájával. <laughs> szerintem. Tehát itt nagyon vigyáznod kell arra, hogy ezt nem szabad erősen. Jó? Tehát ez finoman. Vagy hogyha mondjuk biztos voltál már olyan szituációban, hogy a, a barátnőddel szexeltél, és akkor elkapott titeket a szenvedély, és akkor jól beletúrtál a hajába, és az olyan jó érzés volt. Hát az egy, egy fokkal azért így messzebb van, nem mint amikor így ismerkedsz Hát valakiben. igen, az már egy intimitás szempontjából egy kicsit másabb, másabb dolog, nem? Én nem tudom, hogy most mit akar tanítani, vagy mit magyaráz. Mi fo mi, milyen hajbatúrás teszt ez? De lehet, hogy még nem derült ki. És mi fog történni azután, miután beletúrtam és megtéptem a csajt? Valami kiderül. Neked van hosszú hajad, és a barátnő nő bele, ugye, tehát ennek, annak van egy feelingje. Hát de neked <gül> Csíne, <gül> <így a bazolat. gül> Mit, ha te tudnád, Nikolász Viktor? Mi ja. Mit, ha te tudnád, de lehet nem tudod. Megsz megszagolod, akkor beletúrsz a hajába, és egy picit, tehát csak ilyen nagyon finoman megszorít. <laughs> Gyomorszájon vágott, rám! <laughs> <laughs> a megrepetés elejével kell támadni. <laughs> hát ki vagy, utána jöhet az a mondat. <laughs> Bám! De erre mi van? <laughs> Egyébként egy, egy jó puha szerintem ezt úgy csinálja, hogy megkérdezi a nőt, vagy így be, be. Tehát, hogyha van ott egy modell, akkor meg lehet kérdezni, hogy ugye? És akkor bólogat rá, hogy a férfi, akit keres a nagy tanácsokat, elhiggye, hogy igen, ez működik a nőknél. De az ő fejéről max az jön le, hogy mikor lesz már vége. Azt ja, ígérték, ja. hogy kapok, kapok egy fontát, ja. és nem. Nem kell sok, egy két-három másodpercre, és. Azt a kurva, de büdös vagy! És úgy szimatolod meg. Ez nagyon jó? Répi, répi. És itt megint csak kiváltasz a nőből egy összönös érdeklődésjelzést, mert ezt egyből érzékelni fogod, hogy tetszik -e hát neki, vagy nem. Tehát, hogyha tetszik, akkor megérint, mosolyog, közeledbe marad. Ha nem tetszik neki, akkor itt fog vágni egy arckifejezést. Ez, ez, ez a rossz verzió. Hogyha minden rosszul sikerül, akkor fog vágni egy arckifejezést. Bro, Istenem. Egyébként ez nem, nem úgy működik, hogy ha nőnek alapból bejössz, akkor tök mindegy, hogy most a hajába túlsz, vagy a yeah, pálát yeah. fogod meg, vagy a kezét fogod meg, valószínűleg tetszeni fog neki. Ha meg nem tetszel neki, akkor meg tök mindegy, mit fogdosod. Yeah. Vége a bulinak. Jó, és ezzel már azt tudod letesztelni, hogy itt már valahol a piramisnak a közepén állsz, hogy érdemes -e gyorsan kezdeményezned, vagy visszavenned a tempót, és szép lassan. Jó? Ez az tehát a hajbatúrás teszt se első teszt. Hát tehát... szerintem, hogyha valaki számára nem szimpatikus az, hogy beletúrsz a hajába és jól megrángatod, akkor onnantól kezdve már tök fölösleges, hogy mit taktikázol, nem? Tehát hát szerintem innent, innentől kezdve már tényleg el is áshatod magad, hogyha valaki számára ez nem szimpatikus. Hiába mondja ezt, hogy azért, hogy mmm, ilyenkor lehet még taktikát váltani, de szerintem kurvára nem lehet taktikát váltani. Ilyenkor már vége, hogyha van egy csaj, aki az ugye, meg takarodjál már innen a faszba, vagy csak gondolja magával, hogy elkezd, tudod, ilyen női fejeket vágni, mmm, ez egy női fej például, mmm, mondjuk ilyen fejeket vágni, hát szerintem ez kezdve lehúzhatod a ott a picsába. Én úgy érzem, hogy ez pont olyan dolog, amit most próbál magyarázni, mint valami tipp, hogy ez, hogyha magát olyan, akkor tud működni, egyébként nem tud működni. Oké, akkor most jön a hajbatúrás, utána megszagolom, és akkor várom az arckifejezést. Persze, ez totál, totál siker. Ez biztos jól fogsz kijönni belőle. Egyszer egyébként ezeket a, ezeket a tippeket össze kéne gyűjteni, elmenni szórakozó helyre, és kipróbálni őket egyébként, és csinálni ebből egy videót. De tudod, Jó, mindenféleképpen, az, az De, tudod, mindenféleképpen, de, tudod, mindenféleképpen, de ilyen mindenféleképpen ilyen robotikus, hogy oda mész egy lányhoz, hello! <síló> oda hajolsz, <oda. síló> <síló> Kicsit oda röfögsz a ízai nyakára. Ja, de, hello, szia, Padé vagyok. <síló> Aztán, ó, nagyon jól nézel, meghúzod a haját. Ó, nagyon jó. V vannak, nincs vettőn, hanem egy kis kábítószer. Vannak, nagyon illatod van. Kábítószer. Hát amikor már letesztelted, nem tudom, intim zóna tesztel, puszi tesztel. És lát... A puszi teszt az az utána jön, srácok, azt még hagyjátok. A Brével való fogmosást tesztel. Vagy úgy alapból állsz rajta érdeklődéseket, és olyan a helyzet, hogy bedobod mondjuk a szimat tesztet, a tesztet, és az kombinálod a hajbatúrással, és arra is jelzést kapsz, az azt jelenti, hogy a kezdeményezés... Csállási. Ez szóval, olyan, egy MMORPG, hogyan bildet a karakteredet, az ja, ja. <laughs> Miféle teszteket, hogyan, hogyan dobta a bazaga ízét a, a íze kilenc kockát? <laughs> hogy az jön, hogy Szerintem... kell, neked kell. <laughs> Én összintem azt gondolom, hogy pont ez a taktikusság, meg, meg ilyen robotikusság, meg ilyen mechanikus dolgok nem kell. el hogyha ismerted. Az van, hogyha... Tehát persze el tudsz rontani valamit, és gondolhatod azt, hogy ez a te hibád volt, de, hogyha egy másik lánya próbál meg ugyanazt, akkor más lesz a végkimenetele. Lehet, hogy az is rossz lesz, de nem hiszem, hogy ugyanolyan. Ezért nincs ezeknek értelme szerintem. Ezért kapott ilyen sok diszlájkot valószínűleg. Na, még arra vagyok kíváncsi, hogy milyen kommentek érkeztek. Nyolc kommentet hagyott fenn. Gondolom, itt megvannak szűrőrendesen. Ja. Azt mondja, ilyen egyszerű. Egy kicsit erősnek tűnik olyan esetben, ha nem volt kész simogatás, ami ha megvan, már egyértelmű jel lenni. Sokkal erősebben belemegyek ezzel az intim zónájába. Milyen apropóból indokkal tehetem ezt meg, csak úgy egyszerűen sétál. Hát igen, így nem volt ilyen előzmény, ilyen premissza elmagyarázva. A sok hülye teszt mellett hol van a spontaneitás? Valódi vonzalom, szeretet, visszataszító ötletek. Ildikó Dárdai. Dolog egy lájkot, tessék. Hát ez a videó, ez elég fölösleges volt. De Érneztem, 58 ezer hogy... megtekintés van rajta, 8 komment. Hát jól hangzik, jól hangzik, hogy csajozási tipp felső Te is tudni akarsz. Nem szóra. lehet, hogy esetleg reklámként mehetett ez valamikor? Hm? Lehet, lehet, egyébként nincs annyira sok interakció rajta, hogy... A like, dislike, de ahhoz like, képest hogy... meg a nézettség meg nagyon jó, pont mint a reklámokon szokott lenni. Kevés a komment, ja. kevés a like, meg a dislike, de a nézettség meg ahhoz képest nagyon-nagyon sok. De mondom, a kommenteket szűrhette is, a like az dislike is nem lehet nem tudja szűrni. Mm. Ebből lesz Ja. ja. Valódi nézettség szerintem olyan 5-10 ezer között lehetett. Hát ja. Én ezt becsülöm. Na jó, viszont itt van nekünk egy másik videó a jövőből, illetve a jelenből, ahol Nikolász Viktor kiakad legalábbis van egy ilyen a címben jáj és a női manipulációról van szó, ahol 15 női praktikát fogunk megismerni az ő tolmácsolásában, itt már hajjal fogunk ö, szembesülni Viktornak a nagy ö, nem tudom okos, okosságével, egyedül nulla kommentnél áll ez a videó 361 megtekintésnél, úgyhogy nem futnak a reklámok ezen, ez biztos nem tudom Bandi, te egy mit látsz ebbe az indexképbe mondjuk nem tudom, lehet hogy ez egy ilyen ez egy ilyen <kül> butthurt reaction lesz, tudod? Hogy <laughs> nem tudom. Ja. A férfi me too. Ja, ja, ja igen, 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 Mindenki bántott egész mert mindig csak le, leköptek a nők, és most jól megmondom, hogy mi a rossz. Mi a rossz a nőkben. Hát akkor, hírvi fakingó. fucking go. Keti ringés. Nem olyan rég beszélgettem egy nővel, és kérdeztem, mivel foglalkozom, és mondtam neki, hogy társkeresőre fotózok férfiakat, és nőjen nő ilyen nagy, kikereskedett Na, hát ez lett a puhaság. Most már csak Tinderre fotózik. Yeah, yeah. Na, egyébként persze van ennek értelme, meg biztos van ennek is piaca, de hát ja, már nem a csúcson van, úgy tűnik, mikor lesz sem. Szemekkel így nézett, hogy micsoda, hogy olyan is van, és hát ugye. Igen, Várjál én már én... Abból, hogy most elemezzük már ezt az egész dolgot, amit itt látunk. Ez lehet ennyire blört csinálni egyébként egy kamerával? Így a hmm, Lehet. Lehet, de előtt is blőrölve van. Lehetséges, hogy webkamera és valamilyen... Ö, Effektet fiatel. használ rá, valami filter, ugye? Mert nekem is mm -hmm. olyannak tűnik, mintha valami filter lenne. Azért, mert már a karja már nincsen fókuszba végül is, nem? Igen. Hát vagy, vagy egy olyan lencsét vett, ami ilyen iszonyat... Vagy, vagy egy olyan kamerája van, amit nagyon messziről állított be, nagyon mély a háttér, és akkor ezt meg lehet csinálni. Mm -hmm. Hogy nagyon messze néz a kamera, mondjuk egy ilyen 50 millissel legalább. Uh -huh. És akkor csak ezt látjuk, és minden más nagyon blurry. Ja, meg, meg lehet csinálni, lehet, hogy nem webkamera. Ilyen ős nő volt, egy 30-as egy... Uh... Na mindegy, lényeg az, kérdezte, hogy de miért kell a férfiakat társkeresőre fotózni át, hogy így akarják, biztos így akarják manipulálni a nőket, de hát hiába azok a fotók, hogyha majd eljön a randira, és ott totál gáz a randin, már a randin úgyis le fognak bukni, hiába fotózza le őket bármilyen fotós, ez az egész egy nagy baromság, és ilyen totál. Ez a női hangja Nikolász Viktornak, így utána az egy nőt. Igen, az cool. Oké. Okay. Sokat tanult ő is uh, személyse pszichológiáról, ahogy ezeket magyaráz. Oly olyan, olyan, mint hogyha nem lenne energiája. Érdekes módon. De, De régebben sokkal határozottabb. Szerintem határozottabb volt. Azt gondolod? Az előző videóban is. <coughs> itt, itt sokkal ilyen, ilyen szerényebb. Tűnik? Hmm, valahogy más. Valami, valami elromlott lehet. Visszavett az arcból egy kicsit talán. Olyan, olyan szerényebbnek. Tehát, nem mondanám, nem tudnád azt, hogy ő a magyar puhaságnak mekkora ikonja, akkor azt gondolnád, hogy egy normális csávú. Aki csak, aki csak beszélget másokkal. Annak, ja, ja, igen, beszél... de ezeknek az új videóknak alapban ilyen vibe -ja van. Mm, igen, kicsit közvetlenem elborult aggyal, azt kezdte el fejtegetni azt, hogy egy férfiról igényes profi fotókat csinálunk, hogy az mekkora manipuláció. És kb. én ott voltam, tehát azon a szinten voltam, hogy így láttam benne a sötétséget, és nem álltam le vitatkozni. Arra se volt mentális energiám, hogy elmagyarázzam neki, inkább szép udvariassan leléptem. A lényeg az, hogy bizony sok nő így gondolkozik, és... Amúgy nagyon lassú a, a frame rate is a, a videóban, na, ugye? Igen, igen, igen. igen. Nem ilyen 20 fps-en na, Nagyjából igen. Sem másképp cselekszik. Amikor meglát egy full átlagos fotót, úgy húzza Tinderen balra, hogy csak na. Viszont, hogyha ugyanazt a férfit meglátja, rendesen felöltözve, rendesen lefotózva, mosolyogva, tehát tényleg egy olyan kép, ami össze van rakva, ki van tesztelve, akkor azt mondja, ha. Ki van tesztelve? Vágod? Ki van tesztelve a két? Vég van a több ezer nő? Na az a Na attól benyáladzik a puma attól mindig, kész van. Egyébként nyilván ez igaz. Tehát, hogyha valakiről egy szarképet, meg egy jóképet képet összehasonlítasz, akkor hát jobbképpen képen valószínűleg vonzóbbnak tűnik az adott illető. Tehát ebbe nagy újdonságot nem hallottunk. Jobbra húzza, és bejönnek is tetszik, mert kiváltotta belőle azt az érzést, amit egy, egy jó pasi vált ki egy nőből. Viszont sokszor a nők racionális adja elítélik azt, amit utána ösztönösen, pont az ellenkezőképpen cselekszenek, vagy ösztönösen kritizálnak. Miért remeg ez a kamera, vajon mi történik az asztal alatt. Jó, most eee. nem akarok itt ilyen gyermekdett poénokat benyomni, de nem a kamera, bocs, Azt a mikrofon. Azt hogy feláll Különféle praktikákat bevettünk azért, hogy vonzóbak legyünk, ha az egyáltalán nem rossz. Ugyanis nézzük meg, hogy a nők azok hányszor ez több... Mennyi jump cut? Mennyi jump cut van ebben a videóban? Hát, sokszor mondat közben, igen. Nem baj. Kát vetnek Ugyanis. be, és az. most csak a jéghegy csúcsáról beszélünk. Itt, itt, van egy lista. Ó, még a kurzor is ott van, vagy mi az a... a, a, Word dokumentumban. És egyből látjuk az összeset. Ez is az, hogy már leszarja az editinget. Tudja, hogy senki nem nézi meg a videót, annyira De... igénytelen, amennyire csak kell lennie és akkor így mindent látunk egyszerre. Most megállítottam, végolvasatom, és már kinyomom a videót. Úgyhogy Nikolás Viktor, ezt ne csináld. Ha ezt megnézzük, itt összeírtam nagyjából, csak ami most így össz, tehát így eszembe jutott, hogy hányféleképpen tudják a nők úgymond idézőjelbe társadalmilag elfogadottan manipulálni a férfiakat. Ugye az első az. Kicsit olyan érzésem van egyébként, hogy a Nikolás Viktor konkrétan nőgyűlölő lenne egyébként. Uh... Igen, hát nem. van -e benne ilyen vonalak. De hát most szerintem csak arra próbál felvinni a figyelmet, hogy... A nők rosszak! A nők rosszak! Igen. A nőket nőt csak fel a, nő, a nő, az rossz! A nőket fel kell jóvá kell őket és kész. Kicsit ilyen feelingem van egyébként. De, de várjál most, akkor igazából szerintem tárgyaljuk végig, mert nem érdemes, vagy nem tudom, érdemes őt hallgatni erről. Mert szerintem is vég tudnánk tárgyalni a dolgot. Hogy, hogy, most itt, itt van 15 dolog. Smink. A nő ezel manipulál téged? hát szebben néz ki, attól számodra vonzóbb lesz, attól te le alsó benne gondolod magad, hogy egy nő ki van sminkelven? szépen? Not hát tudom, nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire manipuláció az, hogyha valaki nőként mondjuk ki van sminkelve. Mármint, hogy ez nyilván társadalmilag jobban elfogadottabb, mint hogyha férfiak sminkelnék önmagukat, viszont hogyha Á, nem, nem is tudom, hogy mivel lehet egyébként a férfiaknak kontrasztba hozni ezt az egész dolgot, vagy párhuzamba hozni ezt az egész dolgot. Ö, hát szerintem ott is van rengeteg, amint a férfi oldalon, de az sokkal inkább az egóból táplálkozik. Mert hogy bárhogy kinézhetsz, hogyha egy hülye fasz vagy, akkor nyilván nem fognak veled szobálni, ha csak nem nagyon szerény értelmi képessége hogy viszont egy lánynál, meg hogyha valaki elég jól néz ki, akkor elég sokan rámennek, attól függetlenül, hogy mennyire van személyisége. Szóval mit a szempilla sűrítés. Nem tudom, mi ez a szempilla de gondolom az, hogy a szempillája szép. Rúzs. Hagyjál már. Hát az, 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 a baj, az hogy ez is, ez is, megint csak egy bizonyos ilyen, ilyen olyan intelligenciával rendelkező társadalmi réteget fog meg, ami, ami mondjuk ezeken az ilyen felületes dolgokon nem tud túllátni. Hát nyilván, hogyha valakit ilyen felületes dolgokkal lehet manipulálni, hát akkor hát most nem tudok erre mit mondani amúgy. Ez De annyira én azt maga az alapfogalmas értem, hogy manipulálni. Tehát, hogyha most ő azt akarja bizonyítani, hogyha a férfi a legjobbat próbálja magából kihozni egy képen, akkor a nő ezzel szemben milyen dolgokat tesz meg, ami ja. micsoda nagy gonoszság, és akkor ajak feltölt, és ez, ez társadalom meg mennyire elfogadott, vagy mennyire, mennyire oké, okay, vagy mennyire vonzó az, hogy ennek a nőnek fel van tőlt az ajka. Szerintem az, az, nem az, az. az nem az, amúgy abszolút. Szerintem sem. Ja. Ez például nem, meg az, hogy öltözködés. Vagy a rúzs, érted, az érted az rúzs. rúzs. Tehát, hogy... Melkidobás. Tehát az, hogyha dekoltása van valakinek. Most az melkidobás, meg a melnagyobbítás, szerintem az nagyon-nagyon más dolog. Hát szerintem is. Ja, igen. Igen. És Kb. oda tartozik a push-up melltartó, mini szoknya. Hát a, mini a melkidobás, van, melkidobás, akkor... meg a push-up szóval nem lehet egy kategória, nem? Kb. Azon, hát, hogy 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 valakinek... a, dekoltásodra felhívni egyébként a figyelmet, nagyjából de, volt. de szó. hogyha egy nőnek, nőnek kisebb melle van, mint szeretne, akkor valószínűleg ez a push-up technika az, ami működik, de az a melkidobással egyenlő. Ha meg nagyon melle, akkor meg ki tudja dobni a nélkül. Kb. Ja. ez a különbség. De hogy ezt mennyire érzem, hogy manipulációnak, pff. Én ezzel nem szoktam foglalkozni. Lehetséges, hogy ez mind ilyen olyan dolog, amit mi tudatalatt érzékelünk, de valójában nem tulajdonítunk neki nagyobb jelentőséget. Az, hogy egy nő magasarkú magas cipőbe van, vagy mit tudom én, ilyenekkel, és szerintem a nő szereti, hogyha ezzel valaki foglalkozik, meg erről beszél, de én nem hiszem, hogy mi ezt nézzük. Tehát, hogy a, e, maximum igen szép, de hogy egy gondolat erejéig. Hát meg Tehát ezek még mindig attól, csak fizikai vonzalom amúgy. Tehát, hogy, ja. hogy most, hogyha, hogyha egy aktus ideig megtörténik ez a manipuláció, és hogyha mindenki jól járt ebben az aktusban, akkor igazából, nagyjából semmi nem történt. Már mit, úgy értem semmi probléma nem történt. Hogyha meg mondjuk ez ez mondjuk egy kapcsolatnak a mit tudom, tehát, hogyha egy kapcsolat épül arra, hogy ki hogy manipulálja egyébként a külsejét, meg a faszom tudja mi, ott majd előbb-utóbb úgy is kiderülnek ezek a dolgok. De hogyha ténylegesen csak mondjuk annyi erejéig történik ez a dolog, hogy most valakik szexelnek, szerintem ilyen szempontból kurvára mindegy ez a dolog, nem? Főleg, hogyha mondjuk jó volt. Hogyha meg nem volt jó, akkor meg az meg megint igazából teljesen mindegy jó formán. Én, én azt gondolom, hogy Mikor azt egy olyan mélysége jutott el ennek az egész női férfi, ilyen uh, ismerkedésnek, vagy nem tudom minek, kémiának a, a, az egész ilyen tartományában, a, amiből ő már nem lát, nem látja a normálisat, ja, ja. vagy nem látja azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami egyébként történik, hanem olyan meta dolgokban gondolja végig, ami nem segít, sokkal inkább szerintem inkább. Hátráthatja ez az egész Már dolgot, meg mint... a valóságban nem így folynak Főleg... le ezek, a, ezek az egész, ez az egész dolog nem így történik igazából a valóságban. Persze, mert ez a, lista, ez a lista lehetne száz dolog, amit egy nő úgymond így tud, felhasznál, csinál, van vele kapcsolatban, érted? Most az, hogy, hogy egy képen használ filtereket, amiket feltölt az Instagramra, attól nem fogom én vonzóbbnak gondolni, hogyha, az hogyha élőben nem olyan. Most ennyi, most hát érted? Meg, meg tudom, ez, most ez, megint... Ilyeneket belehozni, mit tudom én, mint például magas cipő, valaki sminkeli magát, valaki kirúzsozza magát. Hát ez mind ez, a felszín. De, 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 ez mind a felszín. Tudom, csak tudod, hogyha, hogyha valakire mondjuk így tekintesz, és hogy mondjuk van egy, van egy egy, egy lány, vagy egy nő, aki mondjuk dekoratívan néz ki, ugye szemnek tökre pleasing, érted? Tehát, hogy nyilván összehasonlítod egy hajléktalannal, akkor egy más képet kapsz természetesen. Valószínűleg az a lány jobban fog tetszeni neked, mint mondjuk a hajléktalan csöves, mit terem én, a mari néni meg a útszélén. Tehát ez, ez, Igen, ezek, de, ezek, ezeket nem, és... tudod, nem tudod egyébként ilyen legit manipulációnak venni. Azért, mert az ember a bőrében is jobban érzi magát, hogyha ad, ad úgymond a külsejére, érted? Szerintem ez úgy működik, hogy alapvetően nyilván mindenki elsőre a külső alapján ítél, tehát ha meglátsz valakit egy társaságban, egy szórakozó helyen, az utcán, akármi, akkor így, hogyha valaki ápolt, meg szép, meg métem, akkor varul egy ilyen pozitív hogy Nyilván, hogyha valaki ezt túltolja, mert, mert nincs meg az a, nem tudom, szellemi képesség, mondjuk lokapanterát lehetjük, aki mondjuk ott, ott úgy nézett ki, mint egy akárki, Ak akkor már átborul a másik oldalra. De alapvetően ez mind olyan, hogy te megszavazod neki azt a pozitív ilyen előítéletet, vagy sztereotípiát, hogy ő biztos egy, egy ilyen szimpatikus, kedves egyéllel. És ha megszólal, és 200 on ventilál, meg pörög, mint az állat, és neked abszolút nem szimpatikus, meg túl sok, akkor ennek a listának akármelyik eleme lehet tökéletes, igazából nem fog tovább menni a dolog. Nem. Jobb esetben. Meg igazából szerintem az, hogy az ember mondjuk úgy jelenje meg egy társaságban, hogy nem mit tudom én, összehúgyozod a össze szart farmerben, meg mit tudom én, úgy mész el valahova, hogy legalább megmosod a hajad, vagy elmész fodrászhoz, mint ami nekem sokszor nyilván nem sikerül. De, <laughs> de hogy, de hogy de ezek inkább ilyen, inkább ilyen szociális elvárások, nem így a társaság szempontjából, hogy mindenki ad valamelyit a saját külsejére, csak azért, hogy senki ne érezze magát kínosan, amiatt, mert valakin húgyfoltos farmer van, vagy bármi ilyesmi, nem? Hát van a, vannak, ennek szintjei természetesen. De, mint, hogy, tehát, nem veszed észre. Ezzel, ezzel, igazából tiszteletben tartod azoknak is, a, azoknak is a, az elvárásait. Akik de meg... te a minimumról beszélsz, Bandi. Te te a... Te a... minimumról beszélsz. Ő meg itt arról beszél, hogy, hogy ezek, ezek a dolgok, ezek mennyire nagy befolyással bírnak egy interakcióra. Úgyhogy nem te nézz meg egy párat, hát ha érdekes. Az a legalapvetőbb az a smink. Ugye minden nő sminkeli magát, és miért sminkeli magát? Azért, hogy szebb legyen. És miért legyen szebb? Azért, hogy több figyelmet kapjon, és ugye nem a nők miért sminkeli magát, hanem a férfiak miatt sminkeli magát. Akkor itt van. Hát de ezt hát, magad miatt ez is, lebutított... Igen, de magad miatt is csinálhatod. Én el szeretek menni fodrászhoz, azért mert szeretem, amikor belenézek a tükörbe, és hó, tök jó a hajam, de nem mások miatt csinálom például ezt. Szeretek venni új fekete pólókat, amik nincsenek kifakulva, mert szeretem <laughs> nézni magamat a tükörbe, hogy hé, ez a fekete póló nincsen kifakulva. Lehet, hogy sokan a sminkeléssel is így vannak, hogy hú, tök jó, ki tudtam magam sminkelni, ez tök jól néz ki. Tehát, hogy ez tényleg abszolút a lebutított verziója annak, hogy most valaki miért sminkelni magát. Most olyan, hogy azért rakott ki magad a izé, azért öltözöl ennyire alul, hogy most a férfiak megbasszanak. Tehát, érted? Tehát, hogy, hogyha valaki mondjuk ténylegesen így érzi ebbe jól magát, és nem ez van benne, hogy ő, most én ez alatt az este alatt mennyi fasz fogok leszopni, érted? Tehát, hogy nem feltétlenül ezek a dolgok történnek így igazából. Szerintem egy kicsit szűklátó körül Nikolás hát Én is dolat, úgy veszem észre, pua puha, puha létére, az meg mondom, ezek inkább ilyen, kicsit ilyen nőle degradáló szövegek. Hát fura, hogy ennyi idő alatt nem, nem palérozta az elmét annyira, hogy ne egy ilyen ennyire egyszerű gondolatmenetet halljunk. Mennyire, talán. mennyire hiteles puha így, nem? Nincs már ilyen, hogy puha, szerintem. Ja. Én úgy gondolom, hogy ez így, ez így kiment a divatból, mert mindenki rájött, hogy persze minden ilyen tananyag fenn van a neten, lehet ebben gondolkozni aztán, hogyha sokat csinálod, akkor időt rájössz, hogy ez nem az, ja. amit te akarsz, nem az, amit, ja, ja. nem, nem amit keresel, mert nem ezzel vonzott be azt, akit te párról választasz, akivel ja. szeretné. Biztos van olyan, aki ennek hatására bátorodik fel, de ugye ezek a technikák, meg ez a sok fasság, amit néztünk, az a hátteki vagy, ja, ja. ez totál utca szerintem. Brítés. Tehát ez, ez bizonyított tény, hogy ugye a sűrű szempillaz vonzóbbá teszi ugye a nők szemét a tekintetben. Bizonyított tény. Ugye ezek a nagyon sűrű nagy műszempillák is, meg ugye a kihúzott szem is. Mert a... Hát igen, csak hogyha Meglátod kívülről a nőt, és most mondok egy példát. Ott van a, a kezében az ölep meg a gucci táska, meg feltöltött ajak, óriási nagy csöcsök, mindenhol tetkó, felvart szemöldök, meg mit tudom én, agyon van sminkelve, de nekem nem vonzó. Jaj, jaj. Lehet, hogy a nem tudom, a, a BMW-s Pistának ez nagyon vonzó, de hogy nem vagyunk mind ugyanolyanok. Ezért nem működnek ezek a praktikák sem, amiket ő mond. Az, hogyha jól van megcsinálva, tehát nincs túlzásba víve, az tényleg vonzóbbá tudja tenni a tekintetüket. Akkor ott van a rúzs, ugye a piros rúzs, mire asszociál, hát a, ezért, hogy nem mondjam, ugye a, a vértől duzzadt személy, személyre ajkakra, és ezt már az Jézusom! Jézusom, wow, tehát a nők a azért drúzsozzák magukat, hogy pinára hasonlítson a szájuk, magyarán szóval. Akkor kimondtam helyet. Szerintem helyette. egynőnek jutott még ez eszébe. Ja. de ja, na most jó nagy pinács, akkor számomban az jó Kedves lányok, írjátok meg, hogy hányszor gondoltok erre, mikor kirúzhatok. Hányszor gondoltok a... arra, hogy na most pirácsilálok a számból. Jézus. Véget űző hölgyek is tudták, de hát ugye a rúzsa az most már társadalmilag el, teljesen elfogadott. Már, Okay. Dolog, de tudat alatt ugye a raszt, Mert régen kutyavérrel is, ami... kenték ki, kutyavérrel érted, nem rúzsa, kutyavérre. Ja. kutyavérrel. Persze. Ugye sok nő szerint a kicsit husisabb, vastag a baj, ajak az vonzóbb, és ebben van is némi igazság, egész addig a pontig, amíg nem viszik túl, mert hogyha már túltöltik az ajkukat, az már pont az ellenkező. Úristen, micsoda nagy bölcselet, baszki, mint hogyha ezt így magától senki nem érzékelne a világba. Úristen, valamit, valamit túltolsz, akkor az már nem de, jó. De, 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 wow. de, Amikor, amikor, tehát hogy mondjam, szerintem senki nem ezzel a mindset-tel megy bele, hogy most én mindenkinek tetszeni akarok, meg hogy majd jó, megkapok minden férfit, hanem szerintem amikor van ez a természetes önbizalom, hogy mondjuk te milyen módon érzed magad egyébként jól a bőrödben, és hogy amikor már ennyire túltolod ezeket a dolgokat, az már igazából szerintem átmegy híúságban. Amikor már nincs egy természetes önképe saját magadra, amikor nem tudod magadat objektíven vizsgálni, idézőjelesen így, így kívülről, és szerintem ak akkor van ez, amikor már úgy néznek ki valakik, mint mit tudom én, ez ilyen teliszart búváruha nagyjából. Hát figyelj, túl sokfélék vagyunk, és mindenkinek az élete egy folyamat, nem egy jaj, pillanat. Jaj. Tehát mindig, mindig megy előre az idő, és mindig vannak új gondolataink, amiket a pillanat hevében élünk meg. Van, aki például, mit a oké, most lecserélem a ruhatáromat, hogy mit tud, bevonzak valami jó dolgot az életemben, ne talán legyen férjem, vagy nem tudom, új barátaim, vagy ez meg az. De hogy, hogy én, én ebbe sose gondolnék bele valamilyen ilyen manipulatív vonulatot, hogy most ezzel ő ö, mesterségesen akarja befolyásolni a férfiakat, rossz szándékkal, vagy valami ármánykodó yeah, szándékkal. Yeah. Pont ezért nincs értelme egy ilyen listának, mert lehetne száz eleme, mindegyikre lehet el elmondani három mondatot, hogy ú, igen, az ajak feltöltés miatt a nőknek szebb lesz az ajak. De ki yeah. szerint? A szerint a nő szerint, aki megcsináltatja, vagy a férje szerint, vagy a baráti szerint, vagy ki a faszom yeah. szerint? Itt mert, egy férfi volt, tehát ez már taszító tud lenni. Akkor ugye a nők hát az öltözködéssel baromi sokat tudnak tuningolni magukat. Tehát ugye a nők azért öltözködnek, hogy psz, bá, nem mindegyik, de nagyon sok. Hoppá, sok... elment a PPT. <gül> <azért> <gül> nem is, is PB, PPT, de TXT, bazd meg. Ja, igen. Tehát és ezzel is ugye a férfi figyelmét... Na, vissza, visszatért. megmozgatta az egeret, Viktor. Irányítsák, és ugye, hogy a férfiaktól több figyelmet kapjanak, és ezáltal több előnyhöz jussanak az életbe. ezek, ezek ilyen Szabó Péteri semmik, hallod? Én esküszöm, tehát én, én, ezt nem, nem, azért nem akarom tovább nézni, mert mindegyik dologról én is ugyanezeket el tudom mondani. Igen, a nők azért öltözködnek, hogy szebbek legyenek. Oh, wow! Wow, azért rúzsozzák ki magukat, hogy szebbek legyenek. Azt a kurva, még sose gondoltam erre. Azért vesznek fel magas arkú cipőt, hogy szebbek legyenek. Köszönöm szépen. Ennyi erővel tényleg olvashatnánk Szabó Péter ja, is, is keresek. talán keresek. nem? Nézzük meg, mi a mai áttörés szlog... Oké? Okay? Mai áttörés szöveg. Sohasem mondtam, hogy könnyű lesz. Azt mondtam, megéri. Wow! A 700 át végre valaki kimerte mondani. Végre valaki bevállalta ezt a gondolatot. Nagyon súlyos gondolat, magvas. Következő. Bár az első alkalom együtt igazán különleges, mégis az utolsó az, ami igazán értékes. Sajnos csak azt nem tudjuk sokszor, hogy melyik az utolsó. Ha tudnánk, talán sokkal jobban értékelnénk. És mennyi like van ezen? 2000... 2403. De szent is! Hát de nézd meg! Most nem akarom itt Júlia Szabonak megnyitni a profilját, de hát látod. Ó, Istenem. Igen. Hát ez az 50 pluszos nem hisz, nem, mert nekem is vannak velem egykor ismerősök, akik Szabó Pétert követik, és nézik, és nagyon-nagyon nagy gondolatoknak gondolják ezeket. Ez ugyanaz, hogy... Hát ez a ő, ő... Persze, ezek, ezek, ezek ilyen, hogy milyen jossz, általánosítások, jó. amik jól meg vannak jól megvannak fogalmazva, hogy persze, ezek a dolgok így igazak, bizonyos helyzetekben meg, így, meg is történnek, milyen jó lenne, hogyha ezek így ilyen lenne az élet. Ja. De jó lenne, de ez mindenki tud. Ettől et, e e e nyilván denszebb, e nyilván mélyebb minden embernek az Sokkal élete. Persze. Amúgy én elhiszem amúgy, hogy valaki ilyen egyszerűen le tudják élni az életüket, hogy nem gondolkoznak semmin, meg, meg nem gondolkoznak azokon a dolgokon, amik mondjuk körülöttük vannak. Sokszor amúgy nem, nem is tudom. Tehát, hmm. Annyira rossz ez <laughs> igazából, hogy ilyen, <laughs> hogy ilyen egyszerűen meg lehet ezekkel a szaros, szarságokkal így vezetni az embereket. És hogy például ebben se azt látják, hogy itt van ez a faszjóska, és akkor kiposztolja ezeket a szarokat, meg megcsinálja az a közhelyfesztiválokat, és akkor elmegy. Az élet, na az élet nem habos torta, hanem habosmákos, És akkor így... Wow! Úristen! Végre valaki kimondta! Érted, és így tapsolunk az meg a közhelyeken. A dolgokért, képzeljétek el, tenni kell, és mindenki, wow, ne basz fel, kajak. És így megtapsolják Na. az emberek, mert magukat látják. Már benne. Az a szép, ez a szép az egészben, hogy így működik a társadalom, hogy egy csomó ember van, aki... Erre nagyon fogékony, mert ezeket, ezeket így át tudja élni, ezeket a dolgokat, ezeket, a, ezeket az ilyen nagyon hangzatos mondatokat. A kritika mögött legtöbbször az irítség bújik. Éppen ezért azok kapják a legtöbbet, akik kimernek lógni a sorból, akiknek vannak céljuk, és nap, nap után követik is azokat. Persze, áltasd magad ezzel, hogyha kritizálnak, de ez olyan, mint a horoszkóp, nem, Bandi? hogy így felolvasod, és így el, tud, el tudod, dönteni, hogy melyik része hogy úgy tökre rád, igaz. Rád. Persze, mert jár, úgy jár. van megírva, mert úgy van megírva, hogy így kb. bárkire Há, igaz. hogy ne ilyen általános igazság. hogy mit tudom én a. Tehát, hogy ez ilyen totoló, tudod, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, hogy, így, hogy egy ilyen 50-50 alapon valamit így a horoszkóba így beleraknak, és akkor beleraknak, mit tudom én, öt információt, most akkor ebből legalább, mit tudom én, kettő lehet, hogy igaz lesz, nem? Az, hogy szerelmi életedbe, mit tudom én, hullámvögy következik. De most az, hogy pozitív vagy, vagy negatív hullámvögy, ez nyilván nincsen soha taglalva. A mit tudom én, pénzhez fogsz jutni, és akkor a horoszkóba, meg tudod én, izé, mit tudom én, hónap elején, amikor jön a fizetés, és érted, akkor jó. Ó, tényleg, nem várt pénz. Ó, el is felejtettem már, hogy, hogy most dupla családi pótlékok kapok izé, mit tudom, augusztusban, már jön az iskola, tudod, és így. Van, vannak ezek a dolgok, ezek, ezek nyilván tudatosan vannak így megcsinálva, de Semmi értelme nincsen ezeket a dolgokat, így, így rendszerint igazából követni. Hát figyelj, olyan társadalmakban, ahol az emberek kicsit már jobban ki okítva, ott ezek nem is működnek annyira. Tehát ott már sokkal többet kell beletenni. Most gondolok itt a skandináv országokra hirtelen. Na megnézem, a, mi a mai horoszkópom, én nyilas vagyok. Október 6, szerda. Tartsd be a szavad, amit megígértél, azt teljesítsd. Wow! A tettek többet érnek minden szónál. Ó, oh, ne, ezt ma mondtam a bandinak. Fel kell töltődnöd, töl, nem csak energiával, hanem új ismeretekkel is. Há, tényleg, tágítsd a látókörödet, ragadj meg minden lehetőséget, amelyel a tudást bővítetted, de adj hitelt bárki szavának, mert könnyedén tévúta vagy. Ó, az enyémet is új. olvast, fel, Léci. Én, én, mérleg vagyok, ja, én mérleg vagyok. Bocs, rosszul olvastam, ne adj hitelt bárki szavának. Egyébként, bocs, de ez is lehetne a mérleg. Csak igen, igen, de nézzük meg a mérleget. Oké, okay, mérleg. Olyan ajánlatot kaphatsz, amelyet nem lenne szabad visszautasítanod, de érdemes alaposan körbejárni a témát. <gül> wow! <gül> Ramasz! A biztonság kedvéért nézz utána minden apró részletnek. A legfeljebb nem olyan feltételekkel kellene elválnod, ahogyan azt másokon elgondolták. Agódásra nincs semmi okod, könnyen megegyezhetsz. Ez a semmi, ez a semmi, fog meg, jól, a, a netto nulla. A, a netto de nulla. nekem még semmi, mint a tiéd. Lehet neked a heti horoszkópodban a nagy truth. Sokkal több feladatod lesz, mint amire számítottál. Ha, gyakran kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor át kell a napi beosztásodat. Ne, ne kurv fel. Fontos ügyekben, főleg ami az állásodat érinti, most nem tanácsos végletes döntést hozni. Bandi ami az állásodat illeti nehoz léleges döntést. Szükséged lesz most minden fantáziádra és leleményességedre, hogy megold a pénzügyi nehézségeidet. Ne, pedig nincs csak pénzügyi nehézségei. Ne. A jövő tervezését érdemes későbbre halasztani, van tennivaló bőven a jelenben ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Most nekem mondat. dolgokat kell csinálnom, nem a jövőben kell csinálnom ezeket, most kell. Ne légy Jaj, erőszakos. Az nem Érve, ha úgy érzed, neked van igazad. Ez a te igazi éned, nem a így harc. Van. Ebben van az erőd. Érzékenyen reagálsz kis napi semmiségekre, intrikákra, plögykákra. Ne izgasd magad. Kerüld a fölösleges konfliktusokat. Ne csúfoljak, így van. Ne csúfoljak, értem. <laughs> Emelkedj felül a bántó megjegyzéseken ne a szívedre a ne kellemetlenségeket. <laughs> Ennek is vége lesz majd. Párkapcsolatodban felmerülhetnek bizalmi kérdések, nem igazán találjátok a közös nevezőt. Nem, abszolút nem találjuk a közös nevezőt. Így, így, így húsz év hitelleme két gyerekkel egy házasságban nehéz találni a közös nevezőt valóban. É. Hát köszönöm szépen, Horoszkó. Hát szerintem rekesszük be ezt a mai ülés, mert lejöttem az ja. életről, Brom. Hát ez, ez ilyen. Szerintem a következő videóban megint a szexbaleseteket eseteket kell elővenni, mert én kiégek itt ember. A nagy metázásban? Hát, abszolút. Életmetában. abszolút, abszolút. Ez a, ez érted, most mi ez a heti megfejtés, vagy a heti kringés, és Hát ez mind kring szerintem. Abszolút. Ezek a dolgok szerintem mind kurva kínosak. Ja. Tehát én ettől rosszul vagyok. Hogyha valaki ebben, ugyanúgy az asztrológia, hogyha valaki ebben így komolyan megszállottan tud hinni, és így beszélgetek vele, akkor belőlem előjön az, hogy bocs, de én szerintem ez Egy hülye fasság. Ez butaság. Ja. Ja. ja, tehát ez van, mások vagyunk, sokfélék vagyunk, srácok. Így van. De köszönjük, hogy megnéztétek ezt a mai epizódot a heti kringésből. Találkozhatok velünk biztos a jövő héten, most már nem leszünk olyan rosszak, hogy nem csinálunk részt. És hát nagyon-nagyon fontos, hogy írjatok kommentet, hogyha valami olyan dolgot tapasztaltatok, ami meg akartok velünk osztani, vagy ami kapcsán meg amit osztani velünk, írjatok nekünk témajavaslatokat, sokat írtok, inkább azt írjatok, mint vendégjavaslatot, mert nem minden vendéget tudunk mi a podcastba bele csiholni, de azt is köszönjük, és hát vigyátok magatokra, Bondi, ne felejtsétek a legfontosabbat, védjétek az ecetet! De így van, ugye? <laughs> Na csá, sziasztok! Nem, jó, jó, hello, hello. sziasztok! Keti Hringés! De jó illatod van! <laughs>